Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Április 25-én, amikor is a Márkok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Boldog névnapot. És itt van velünk Tardai Bence, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Hosszú napja volt Tordai Bencének, mert hogy még este láttam, hogy az orosz nagykövetségen tüntetett, vagy hát annak a közelében így pontos. Szinte kötelesség, ugye nem engedtek oda minket a követséghez, mert úgy látszik Magyarországon egy helyen nem lehet tüntetni az oroszok közelében. Nem tudom, erre nem nagyon volt példa korábban, hogy lezárjanak hasonló módon egy területet. Tehát nem hiszem, hogy Orbán Viktor megmeri kockáztatni, hogy kellemetlenséget okozzon a cáratyuskának, illetve a Putyin gazdának. Attól féltek a kormányzat részéről, vagy mondjuk az orosz nagykövetség emberei, hogy kárt tesznek az épületbe, megdobják valamilyen festékkel, és akkor újra kell festeni a falat. Hát múlt héten kapirgálniuk kellett, mert bementünk a kerítésen belülre, és ott összematricáztuk a táblájukat, úgyhogy ez az ügy még függőben van. Megy a rosszalkodás. De ugye Tordai Bence volt az, aki a miniszterelnök dolgozó szabályát is kimatricázta. Ez ugyanaz a nap volt. Tényleg. És ki van tilt? Ugye most örökre ki lett tiltva a parlamentbe. Hát örökre, amíg Kövér László házelnök, inkább csak addig. Reméljük ez egy évnél. Nem bánta meg tényleg ezt a nem kis partizánációját? Hogy Szabó Tímát idézem, ez a gyermekgyógyintézet. Hát az országgyűlés. Tehát nem nagy veszteség, hogyha nem kell bejárni oda, tényleg csak az őrület. Jó, de azért az, hogy ezzel együtt a Párbeszéd szakértőket sem fogadhat a parlamentben, hát az azért erős, egy probléma, és ezt bánhatják. Amit nemzetközi jogi fórumok elé viszünk, mert erre viszont nincs joga a házelnöknek. Tényleg. Hát, és akkor mondjuk egy ilyen 2-3 év, mire ez eljut a nemzetközi fórumokra, és döntést is hoznak. Biztos. Mostanában gyorsan őrölnek Brüsszel meg Strasbourgban, vagy hogyha magyar ügyekről van szó. Ha már itt tartunk Brüsszelnél, akkor soroshozzunk egy picit, mert hogy a magyaridők.hu pont arról ír, hogy Soros Györgyöt egyébként, aki tegnap ünnepelte a névnapját, beköszöntötte? Nem? Jó? Nem küldte a múltkori. Nem meri elmondani. Na komolyra fordítva a szót, hogy jövő héten állítólag Juncker fogja majd többek közt fogadni kint Brüsszelben, és Soros Györgyel, hát hogy miről fognak beszélni, de gondolom azért csak-csak szóba kerül majd a CEU-nak az ügye is. Gondolom. Ennyi? Pitóként. Hát nem tudhatom, miről beszélnek, és tényleg se Soros György, se Zsakodunk el nevében nem tudok nyilatkozni. Azért gondoltam, hogy hát a CEU ügye kapcsolatosan mond valami gondolatot. Hát kíváncsian várjuk, hogy gondolatot. Hogy Brüsszelben mit süt neki ezzel kapcsolatban. Van joga ön szerint például Brüsszelnek ebbe beleszólnia? Szerintem, tehát jogi formális eljárás nem indíthatnak, maximum kiadnak valami dorgáló közleményt, és akkor na, és majd akkor nyilván Orbán Viktor egészen reszketni kezd, és nem tudom, megváltozik minden Magyarországon. Népszava. Egy picit most hazabeszélek, bocsássák meg a nézők, de megújult a Népszava küllemében is. Egy picit nekem a megboldogult népszabadságra emlékeztet, de ez lehet, hogy csak személyes benyomás. És miért beszélsz haza? Hát mert, hogy újságírók újságról, ez lehet, hogy csak ilyen szakmai érdeklődés, hogy néz ki a megújult Népszava, de egyébként... Aztán, hogy dolgoztál ott régen. Nem, ott nem dolgoztam. És egyébként azt írják a beköszöntőben, hogy egy 21. századi modern lapot szeretnének az olvasók kezébe adni, ami nem csupán tájékoztat, hanem egyszer mind el is igazít a világ és Magyarország dolgaiban, de a lap jellege, politikai karakter erős baloldalisága nem változik, és egy Tölgyessy Péter interjúval nyitnak, amiben arról beszél az elemző, hogyha a halmozódó elégedetlenség összeáll egy közös akarattá, a rendszer váratlan gyorsasággal összeomolhat, de mielőtt nagyon örülne ellenzéki politikusként, azt is hozzáteszi, hogy az ellenzék legalább 4 különböző pólusból, és még ennél is sokkal több pártból és csoportosulásból áll, többségüknek már a puszta létezése is kétséges, így számukra a hozzájuk legközelebb álló másik jelentkező a legnagyobb rivális, hiszen tőlük könnyebben ragadhatnak el szavazókat, és ezt valóban látjuk, hogy az ellenzék, főleg a baloldali ellenzék újraosztja az egyre szűkülő tortát. És ez évek óta nem változik. A Párbeszédnek biztos nem ez az ambíciója, tehát azt hiszem, senki hogy nem van. Nem ez az ambíciója, de mégis ez a realitás. Van keresnivalónk abban az 1,5 milliós választói tömegben, akik nem látnak érdemi képviseletet a maguk számára a mostani
parlamenti mezőnyben. Itt 27 éve igazából vannak, akik folyamatosan vesztesek, nem csak az Orbán rezsimnek a vesztesei, hanem már a rendszerváltásnak is vesztesei voltak, és én nem nagyon látok olyan pártot az elmúlt évtizedekben, aki a vesztesek mellett áll ki. Tehát a rendszerváltás, illetve, hogy kicsit tágabbra nyissuk, a globalizáció győzteseinek nagyon sok pártja van, meg van egy csomó pártja az oligarcháknak is, de azokat, akik folyamatosan tényleg szopóágon vannak, hogy egyszerűen legyünk az elmúlt három évtizedben, őket nem nagyon 38-kor nem nagyon képviseli senki, és a párbeszéd erre vállalkozik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy olyan ország, ahol mindenki számít, ahol alapjövedelem van, ahol alapnyugdíj van, ahol tényleg nem kérdés az, hogy mindenki egyenlő minőségű egészségügyi vagy oktatási ellátásban, szolgáltatásban részesülhessen, ez szerintem viszonylag unikális. Az, hogy ezt az üzenetet hogy lehet eljuttatni, az nyilván praktikus nehézségeket jelent, de szerintem nekünk ezzel van keresni valunk. Igen. Kicsúszott ez a szó a száján egyébként. Lehet, hogy ez valamelyik újságban holnap így rajta lesz a címlapon, hogyan fogalmazott itt korán reggel, de se baj, menjünk tovább. Magyar Nemzet. Gyurcsány Ferenc, tele van vele egyébként a híradás. Tehát Gyurcsány Ferenc azért egy valamihez ért. A kommunikációnak azon részéhez, hogy mit, hogyan kell mondani úgy, hogy utána ő uralja, nem? Na, a sajtó fog Vadai Ágnessel beszélgetni. Féle közbeszédet. Sok elemző szerint ez a célja ennek a bejelentésnek. De 4 évvel ezelőtt is ezt csinálta, ő mindig ezt csinálja, és az, hogy most ez jó vagy rossz, ez szerintem ízlés kérdése. Minden esetre Gyurcsány Ferenc most tovább ment, mert hogy a Magyar Nemzet, nézd, mutassuk meg fiúk, vagy lányok, hogy Gyurcsány ultimátumot adott a Orbán Viktornak, ugye 72 óra, azt nem tudom egyébként, hogy jött nála, hogy miért 72 óra, mindenesetre 72 órát adott arra, és annyit kapott Orbán Viktortól. Ja, és akkor vice versa, hogy most ez visszajár, értem, hogy elő fog állni a farmával és azokkal a dokumentumokkal, amelyet állítólag ő úgy látott, hogy ebből Orbán Viktornak baja lehet, hogy őt miért is zsarolják ugye az oroszok, vagy egészen közvetlenül Putyin. Ön hisz ebben egyébként, hogy lehet valamilyen dokumentum? Lehet meg dokumentumok, kezében, vagy megkaphatja ezt? A kezében lehetne, akkor valószínűleg előállna vele. Lehet, hogy csak így dramaturgiailag felépíti, és valóban kiváló abban, hogy a média figyelmet magára vonja, az a baj, hogy kormányfőként is leginkább a média figyelmet tudta jó, magára most már azért vonni, ön is kap vizsgálja ezt az utat. Ahelyett, hogy nem kormányozott volna, úgyhogy szerintem ezt meghagyom Vadai Ágnesnek ezt a témát, hogy megmagyarázza, hogy ez most micsoda. Uh-huh. Ugye ő azt mondta egyébként, mert nem Vadai, hanem Gyurcsány Ferenc, hogy nincs nála ez a dokumentum, de ő látta ezt a dokumentumot, megpróbálja kikérni, és hogyha addig ugye Orbán Viktor ezt nem fedi fel, nem mondja el, akkor ezt majd fogja mutatni. Igen, viszont van egy másik dokumentum, egy egész dokumentum halmaz, ugye a századvég tanulmányok, amiben sikerült egy fordulatot elérni a Párbeszédnek, mert hogy hűtlenkezelés és csalás gyanúja merült fel, de a rendőrség lezártnak tekintette az ügyet, a legfőbb ügyészség viszont azt mondta, hogy itt azért ez nem állhat meg, 4,5 milliárdról van szó, amit kifizettek a századvégnek, és ugye emlékszünk, amikor kiszivárogtak, vagy hát nyilvánosságra kerültek a dokumentumok, akkor még azt se lehetett tudni, hogy most hány ezer oldalról van szó, hogy direkt csak felnagyították nagyobb betűtípussal, hogy minél komolyabb munkának tűnjön. Mi lehet ennek a történetnek a vége? Hát már önmagában az, hogy eddig eljutottunk meglepő, nem csak a rendőrség, hanem a fővárosi főügyészség is ejteni akarta az ügyet, és ehhez képest a Poltféle legfőbb ügyészség az, aki arra kötelezte végül, hogy a Párbeszéd feljelentésével foglalkozzanak. Nem tudom, mi lehet mögötte. Most vagy van még néhány tisztességes ügyész, és a Polt Péter nem figyelt oda, szabadságra ment, amíg ezt a döntést meghozta az eljáró ügyész, vagy az van, hogy Habony Árpádot esetleg valaki levadászta, és a Fidesz klánon belül is törésvonalak vannak már, tehát nem csak a Fidesz értelmisége morzsódik le, hanem esetleg a belső csatározások jutnak el erre a szintre, hiszen a századvég az Habony birodalma, ez a 4,5 milliárd forint, ez tényleg nevetséges látszatmunkákért lett kiszámlázva, és azt is tudjuk, hogy Habony úgy éli egy milliárdos életét, hogy semmilyen bevallott jövedelemmel nem rendelkezik. Hát visszanéztem, ilyeneket nyilatkozott, hogy baráti kölcsönökből Endi Vajna meg Tombor András pár 10 milliós soha vissza nem fizetendő hiteleiből, vagy nem is tudom, hogy sikerült összevásárolnia azokat az 50-60 milliós luxusautókat, meg az ibizai kokópartikat. Talán tegnap, hogy Dunaújváros önkormányzata is lemondta a Habonyféle lokált. Tényleg, ez már a forradalom előszöve. Húha! Lehet, Fideszes önkormányzat nem fizet be a lokálra. Ilyen messze menő következtetés, szerintem ebből még nem kell levonni. Lehet, hogy önnek lesz egyébként igaza, de sziporkáztak egyébként a Magyar Nemzet újságírói tegnap. Most megint
ebből fogok idézni, hogyha önt ez különösképpen nem zavarja, mert némileg kapcsolódik az ön tevékenységi köréhez. Nem, erre akartam volna, hogy gerilla akciójához. Úgyhogy Kósa asszisztense szervezte a plakátrongálást, Kósa Lajos Fidesz frakcióvezető személytitkára szervezte a Jobbik plakátjainak megrongálását, az alfahír.hu birtokába jutott levélből ez derül ki, írják a Nemzetben. Ugye a ti dolgoztok, ők lopnak plakátokról van szó, amit Csonka László utasítására kellett átfeliratozni. És ez hát, milyen jó, hogy Csonka László népművészeti díszítésként értelmezi azt, amit csinál. Amíg nem közalkalmazottak, meg köztisztviselőkkel végeztetik el ezt a munkát, mert hogy hasonlóra is volt már példa, illetve amíg nem fordítanak erre közpénzt, addig én meghagynám a fideszes állampolgároknak is a jogot arra, hogy kifejezzék a politikai véleményüket. Én utoljára tegnap matricáztam össze egy csomó fideszes, állítsuk meg Brüsszelt plakátot, állítsuk meg Moszkvát matricákkal. Szerintem ezt a jogot csak azért, mert kormányon vannak, nem szabad elvitatni a fideszesektől sem. De most azon kívül, hogy ez egy jó gag, és így el lehet mondani műsorokban, ennek van értelme? Ez egy fontos üzenet, tehát hogy elgondolkozunk egy kicsit azon, hogy melyik főváros, melyik birodalom úgymond jelent ránk fenyegetést vagy veszélyt. Brüsszel, ahol demokratikus eljárások vannak, és 1 000 milliárd forintok jönnek Magyarországra minden évben, vagy Moszkva, ahonnan mik jönnek, verőlegények, Paks 2, túlárazott metrótenderek, ahol aztán nem működnek a kocsik, olyan módszerek, amikkel ellehetetlenítik a médiát, a politikai ellenzéket, leuralják a gazdaságot, és szakad ketté a társadalom egy oligarha rétegre, és aztán azokra, akik nem nagyon számítanak a hatalomnak. Szóval, hogy Moszkva az, ahonnan a csúnya dolgok jönnek, úgyhogy szerintem, hogyha erre akár csak apró matricákkal fejlődjük a figyelmet és elgondolkodtatjuk az embereket, az nem csak fontos, de eredményes is. Most láttam egy kutatást, hogy a magyar külpolitikát a magyarok több mint negyede szerint egyértelműen a moszkvai érdekek határozzák meg. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt lehettem.